köszöntelek benneteket. Sajnos elérkezett a nyár vége, augusztus vége van, úgyhogy gondoltam még egy kertúrát, egy nyárvégi kertúrát forgatok nektek. Bár bizonyosan még szeptember-októberben lesz egy-két meleg hét vagy meleg nap, de azért már a kerten most látszik, hogy kicsit fakóbbak a színek, nem annyira élénkek, a zöldek is egy kicsit pasztalosabbak, tehát most már kezdünk átcsúszni az őszbe, sőt itt a hegyekben ma reggel vettem észre, hogy a fák színe is tényleg már kezd egy kicsit ősziesedni, de a kertben azért még nagyon sok évelő van, ami most éli a csúcsát, úgyhogy meg is mutatom, mik ezek. Érdemes kijegyzetelni őket, hiszen ugye aki folyamatosan jegyzeteli a videóimból az évelőket, láthatja, hogy tényleg egész szezonban végig vannak olyan évelők, amiket ha elültettek, akkor egész szezonban virágzó kertet lehet létrehozni. És továbbra is ez mind olyan évelő, amikkel nem kell sokat foglalkozni, bírják a szárazságot, a napot, nagyon hosszan virágoznak, hogy nem nagyon különlegesek, ezért is nagyon szeretem őket, hogy hosszan virágoznak és hosszan díszítik az ágyásokat, úgyhogy akkor mutatom is őket. A nyár végi évelő ágyások elengedhetetlen növénye a heleniumok, ebből van citromsárga, narancssárga, egész ilyen tarka fajták is, és nagyon hosszan virágoznak, ugye itt látszanak a fővirágaik, de oldalhajtásokból is hoznak, tehát nem csak a fővirág virágzik ugye hosszan, hanem az oldalhajtások miatt tényleg hetekig, egész szeptemberi végéig szép díszei lesznek az ágyásoknak. Aztán itt a grillezőnél, ami most gyönyörű, ugyanez cserepes is, ezt teleltetni kell, ugye ez a trombita virág, úgyhogy ezt Ritától kaptam, Sopronból, a Rita kertjéből, aki biztosan ismeritek sokan azt a gyönyörű kertet is. Tőle kaptam egy picike, ilyen kb. 30 centis postán küldte egy kis hajtást, és ebből két év alatt ilyen gyönyörű, hatalmas lesz. Bár nagyon megmetszem őket, tehát látszik a tavaszi metszés, szinte tövő visszavágom, és ez a hatalmas, hosszú hajtás, ez mind mostani, idei friss hajtás. Ennél még volt szebb is, most egy picit már elnyílóban van, de hát még azért így is nagyon jól mutat. Aztán itt a háttérben az árnyéklilion virágzik, hát a nagy kedvencem ugye a bugás hortenziák, azok már hetek óta csúcson vannak, és most már nem az a nagyon élénk fehér virágszínük van, hanem fajtától függően, de például is ez kezd egy kicsit ugye már rózsaszínesedni, fakul nem annyira hófehér a színe, de szerintem talán így még szebb is, mint a kinyílásakor. Ez a kis bársonyos kakukkszegfügy, ez is az szinte az összes videómban látszott eddig, és még mindig nyílik, csak ennek ugye ez az egy titka, hogy folyamatosan el kell távolítani az elnyílt virágokat, tehát itt például, ami már elnyílt, ezt így érdemes lecsippantani róla, és ezáltal nem magokat hoz, hanem folyamatosan virágzik, úgyhogy aki ezt mondjuk nem teszi meg, annak már réges-régen elvirágzott, míg én folyamatosan eltávolítom az elnyílt virágokat, ezért szeptember vége, október közepéig biztos, hogy virágozni fog nekem. Úgyhogy itt hátul most a nyári orgona mutat talán a legszebben, róla is érdemes eltávolítani az elnyílt virágokat, és akkor még oldalhajtásokat hoz, például itt egy elnyílt van, ezt itt csak simán lecsippantam, ugye megy a ágyásba komposztálódni az elnyílt virág, és akkor szépen látszik, hogy itt is már hozza az új hajtásokat, vagy hát a virágrügyet, és mire ezek elnyílnak, levágom, ezek nyílnak ki szépen, itt is látszik, hogy hozza, úgyhogy ez a kis trükk, hogy eltávolítjuk az elnyílt virágot, sokkal-sokkal tovább virágoznak, sőt újra virágoznak. Van itt a hátsó részen, amit talán az előző videóban nem volt benne, ez a lobélia. Nyílik, piros szín nem nagyon van a kertben, de valahogy ez mégis tetszett. Úgyhogy őt is ajánlom ültetni, illetve ezek az izsófüvek, ezek is hossza-hossza virágoznak, és nagyon-nagyon mély barátok. Tehát, hogyha most nagy szél van, meg elég hűvös, ha nincsen idő, akkor tele van méhecskékkel, gyűjtik róla a pollánt. Itt a tónál, itt is azért már látszik a színeken, hogy tényleg lassan-lassan itt az igazi ősz. Most megmutattam, az előző videómban szerintem még hófehérek voltak a hortenziák, ezek az anabellek.
most már azért ők is ilyen zöldes színbe mennek át, de ilyenkor is gyönyörűen díszítenek. És az mögötte is van egy bugás hortenzia, ha jól emlékszem, az a Wimpsred fajtája, tehát az előző videóban látszott, hogy ő is még ugye fehér volt, és ahogy öregszik a virág, elkezd így rózsaszínesedni, pirosodni, tehát ilyen különleges, hogy színváltó. Akkor itt visszafordulok, itt a jobb oldalon ez egy verbena hasztáta, ez is volt egy videómban már, de talán most így igazi, teljes virágzásában lehet látni, ez a lángyol levelű verbena. Ugye itt is kis látszik, hogy azért virágzik olyan hosszan, hiszen itt elkezdi az alján a virágzást, és egy halad fölfelé folyamatosan virágzik, szép lassan, de mivel ilyen hosszú ez a virág kezdeménye, virágrügye, ezért látszik, hogy hetekig, hónapokig folyamatosan virágzik, majd ezekről is fogok magot szedni, hogy aki kér, annak tudjak majd küldeni. De a mag érlelésig azért még van egy jó pár hét, azt szerintem ilyen szeptember vége, október eleje lesz, amikor már magot lehet majd belőle szedni. Akkor itt visszafordulva, hát itt pompáznak ugye az egynyáriak továbbra is, a Big Begonia, a Listes Zsája, a Salvia Farinacea, de egy kis megmentett fuchsiát is itt átültettem, friss földbe, alig volt rajta levél, és most gyönyörűen kilevelesedett, és már tele van bimbóval, úgyhogy ők is még jó sokáig megörvendeztetnek majd itt a kertben. Itt a kánnák is virágoznak, még az agapantoszok sajnos most már teljesen elnyíltak, de hát ma jövőre reméljük újra kezdik. Itt is ez a kahukszegfű, csak így fehér színben, és ezek a verbének, a verbena hasztáta, illetve előtte a verbena bonariensis. És a rózsa is hamarosan kezdi a harmadik hullám virágzását. Illetve most csináltam egy kis őszies díszt, ezt még megmutattam egy ilyen fonott kosárba, ilyen díszfüvekkel és celóziával egy kis őszies összeültetés. Nagyon szeretem a díszfüveket, nagyon jól mutatnak, most lehet kapni a legtöbb kertészetben, a virágboltban, hihetetlen nagy kínálat van most már belőlük. Itt is elő még egy kokárda virág virágzik, egész nyáron ennek is el kell távolítani az elnyílt virágait, és akkor megállás nélkül virágzik, amíg meg nem fagy. Itt is ugye meg lehet ismerni, mert a bimbó az így néz ki, és ami már elnyílt, azok ugye ezek. Tehát ezt most már ideje levágogatni róla, szépen majd a földben komposztálódnak. Tehát, ha eltávolítjuk róla, akkor mindig hoz új hatást. Itt már látszik is, hogy készülődnek a következő virágok, tehát biztos, hogy szeptember végéig, október közepéig itt majd díszíteni fog nekem. És hát készülődnek ugye a varjúhájak, ezek kifejezetten az őszi ágyás díszek, most kezdenek szépen majd rózsaszínesedni. Ezt a szót sose tudom kimondani, de mindig próbálkozom vele. Aztán itt is egy bugás hortenzia, ő is ugye ilyen szinte fehéren kezdi, vanillafréz, és ilyenkor nagyon szép ilyen pasztelos rózsaszínre színeződik el. Sőt, hát őt is ugye meghagyom télen, és akkor pedig szép barna színnel díszíti az ágyást. Itt ugye a gaura virágzik még mindig, hát ő is májusban elkezdi, és egész késő őszig nagyon szép dísze a kertnek. Ez az Amistad zsája, hát ővel egy baj van, hogy nem télálló, de a szépsége miatt vállalom, hogy ki kell szedni és be kell vinni térre. Itt mögötte is a heleniumok virágoznak, ez a fehér, ez egy veronikásztrum, a virginiai veronika. Itt a heliopsziszok, ugye hát szinte az összes videómban volt, hogy milyen sokáig virágoznak, és látszik, hogy azóta is folyamatosan teli vannak virággal. Itt is a varjúháj kezdi fölvenni az őszi pompás színét, illetve talán ami most újdonság, ez egy keserű fű, ez az egynyári keserű fű. Ezeket magról hagyom itt, elszórják magukat, és magról itt-ott kikelnek, és ez egy tipikusan ilyen késő őszi virág az ágyásban, hatalmasra megnőtt, tehát ilyen jó 2 méterre. Egész nyáron csak úgy készülődök, és ilyenkor így berobban, és aztán amíg el nem fagy, hozza ezeket a szép rózsaszín ilyen fürtöket. Hogy ezt az ágyás közepébe vagy végébe ajánlom ültetni, mert tényleg elég nagyra megnőnek. Még mindig nyílik itt a réti fűzőny, hát ez is már hosszú hetek óta virágzik, tehát látszik, hogy ez is nagyon hosszan nyíló évelő. Itt is egy bugás hortenzia,
aztán a mostani talán kedvenc kis kompozícióm, bár itt az echinácea már elnyílóban van, de így a verbénál gaura és itt a díszfű össze gabajodva nagyon ilyen kis természetközeli hatás kelt, ami a fő célom volt, hogy olyan legyen, mintha egy mezőből kiragadott kis pillanat lenne. A japán szentfa kezd pirosodni, egész nyáron ilyen pirosas, de ahogy rövidülnek a nappalok, egyre pirosabb lesz, úgyhogy ez is egy jó kis örökzöld cserje. Illetve ez a fuchsia magellanica, ez egy télálló fuchsia. Nekem azért van cserében, mert ugyan télálló, de elég ilyen kicsit ilyen bókoló hajtásai vannak, és hogy nem látszana jól, hogyha be lenne a földbe ültetve itt a sok növény között, úgyhogy ezért szoktam így egy cserébe beültetni, és akkor sokkal jobban kiemeli a virágait. Ez a fuchsia magellanica, itt kell keresni, ez a télálló fuchsia. Most már ilyen nagyobb kertészetekben azért lehet kapni. Ugye a padnál az olasznád, előtte a díszköles, mutat most nagyon szépen. És hát ami most a fő attrakció, hogy nyár végén ugye a kúpvirágok, a rudbeckiák. Ebből is van ugye az egynyári, de az évelő fajtát kell keresni, a rudbeckia fulgidát, nem a hirtát, tehát az évelő kúpvirágot kell keresni. Az egynyári is nagyon jó, abban rengeteg szín van, de az ugye csak egy szezonban virágzik, tehát utána újra kell ültetni. Ezek pedig kicsit tarackolva terjednek, és így gyönyörűen kitöltik a rendelkezésükre álló helyet. A sétkender pompázik. Ez egy vad fajtáját, ne lehet találkozni az árokszéleken is akár, de mindjárt mutatom a dísz fajtáját, úgyhogy azt is nagyon érdemes keresni, hiszen az sokkal erősebb rózsaszín, de ezt is imádják a méhecskék, a pillangók mindig teli van velük. Illetve ami most még ez a nyárvégi gyönyörű virág, őszi hangulatot kelti, ezek az anemónék, ez az Anemona hupehensis. És van az anemona hibride, az pedig majd a fehér virágú fajtája lesz, az is már most kezdi lassan a nyílást. És akkor átfordulok ide a eupatorium, az a sétkenderhez, aminek ugye a vad fajtáját mutattam, hogy el ne felejtsen megmutatni, egy gyönyörű rózsaszín, így néz ki most. Látszik, hogy most is döngenek rajta a méhek, pedig azért hűvös van. Ezt érdemes keresni, sétkender. És a díszfajtája. Itt rengeteg fajta, mert sajnos pontosan nem tudom megmondani, hogy melyik fajtája. És akkor itt folytatom a kertúrát. Hát most már egyre alacsonyabban van a nap, úgyhogy ilyenkor nehéz videózni, mert már belesüt. Itt voltak a kúpvirágok. Ezt is érdemes, ugye, ha valakinek viszonylag nagy kertje van, nem csak egy ponton ültetni, hanem ritmusosan többször, hogy megismétlődjön, hogy ne csak egy fókuszpont legyen az ágyásban, hanem ha nem ismétlődjön, itt is látszik, ha van egy bugás hortenzia fehér, aztán kicsit később pár méterrel újra megismétlődik, tehát így legyen benne egy ritmusa az ágyásban. Hát itt is a verbénák ugye tündökölnek még mindig, és hát amíg el nem fagy, fog is. A monarda sajnos már elnyílt, ugye a mélybalzsam, de ilyenkor is ugye meghagyom a termését egész télen, és az is, ahogy befeketedik, gyönyörű kis díszei az ágyásnak, különösen, amikor zúzmara vagy hórakodik rá, nagyon szépen mutat, úgyhogy kár lenne levágni. Egyrészt ugye védi is a tövét a téli fagytól, a rovaroknak, állatoknak is a magjait táplálékul szolgál, illetve hát szép is. A knautia is még mindig nyílik, ugye ez egy korai videómban volt a macedon, Knautia macedonica, magyarul ezt mindig elfelejtem, de ez is ugye folyamatosan vágtam az elnyílt virágait, és folyamatosan virágzik, hát most már nem annyi virága van, mint nyár közepén, de azért még mindig jól mutat. Itt is a gaurák, itt az édeskömény, szépen fölvirágzott. A kimono, törzses rózsám is újra virágzik. Itt is a jobb szélen ez a sárga, egy helenium, amivel kezdtem a videót, csak ez egy teljesen citromsárga fajtája. És akkor itt most már árnyékba kerültünk, hiszen délután olyan 5 körül van, 4:30 van. Itt is a perszikária, keserű fűfélék. Ennek is van a tavaszi fajtája, van ez a nyárvégi.
tehát szinte az összes fajtát ajánlom. És egy jó példa arra, hogy szinte most alig van virág, de a levél színekkel milyen jól színessé lehet tenni egy ágyást. Olyan, mint a terülen a virágzóval, pedig most csak a keserű fű virágzik. Itt is egy monarda nyílt el, itt is egy bugás hortenzia, és itt a kis kertbe vezető úton szintén a szellőrózsák pompáznak. Most tényleg ez a kert éke. És őnek is látszik a fővirágai, hogy nyílnak. Ezek is hosszan megtartják a szirmokat, de itt mögötte készülnek a bimbók, tehát hiába nyílik el ez a fővirága, az oldalhajtásaira még hosszú-hosszú hetekig fogja díszíteni az ágyást. Ez akár egy kicsit félárnyékosabb helyen is szeret lenni, tehát nem csak a napos helyeken, úgyhogy ezt bátra lehet akár ilyen kicsit árnyékosabb, lazább koronájú fa alá, mellé, köré ültetni. Visszafordulva itt is a kupvirágok, készülődnek az őszi rózsák, azok még azért nem virágoznak, de már a csillag őszi rózsák már mindenhol szépen készülődnek az októberi díszre, díszítésre. Ez a füzérajak itt is már hetek óta virágzik. Hátul ott szintén egy elvirágzott Annabella, amit ott a tónál is mutattam. És hát kicsit az időjárás és szél által meggyötört páfrányos ágyás. Hát most már nem olyan szép, mint nyár elején vagy nyár közepén. És akkor itt látszik a szellőrózsának ez az anemone hibrida fajta, ezek a fehérek. Hát erre emlékszem most pláne visszanézve a tavalyi fotókat is, hogy október végén is, még az ünnepkor is abszolút virágzik, tele van virággal, tehát egy nagyon jó kis fajta, érdemes ezt is ültetni. Kicsit tarackolva terjed, itt-ott megjelenik, de nem agresszíven, tehát nem uralja el az ágyást. És akkor így visszafordulva. Lehet a videóban nem látszik, de a hegyeken most már az erdőben tényleg elkezdtek így az őszi színek megjelenni. Hát itt az ideje lassan. És még mindig virágzik a rózsa, ez egy David Austin fajta. És így visszanézve, ilyen az augusztus végi kert. Nem fentről talán még nem is mutattam a kertet, de innen is érdemes ránézni, hiszen innen jobban látszanak a cserjék, a fák és a környező hegyeknek a vonulatai, úgyhogy mutatom innen is. Vagyunk, és itt kezdődik a kert. Itt sétáltam az előbb hátrafelé, és mutattam be az ágyást, úgyhogy most lehet innen föntről is egyben talán látni. A tető kicsit kitakar. És akkor itt van a fák mögött dobogókő, a másik oldal pedig a pirics tető. Két legmagasabb pont. A pirisztető 754 méter magas, dobogókő pedig a 700 méter körül van.